Peppa és Zsoli a fogorvosnál várnak az ellenőrzésre. A várakozás unalmas. Ez a magazin rendkívül érdekes. A krumpliról szól. Peppa, Zsoli, a fogorvos fogad titeket. Hurrá! Ő Dr. Elefánt, a fogorvos. Szia, Peppa! Szoktál fogat mosni? Igen, Dr. Elefánt. Helyes. És most, ki az első? Én, mert én már nagy lány vagyok. Figyelj jól, Zsoli! Ülj be a székbe! Kapaszkodj! Társd nagyra, kérlek! Nagyobbra kérem! És most lássuk. Dr. Elefánt tükör segítségével nézi meg Peppa fogait. Remélem, nem eszel túl sok édességet. Tátott szájjal nehéz érthetően beszélni. Jó, kész vagyunk. Szép tiszták a fogaid. Most már kaphatom a rózsaszín italt. Igen, de le ne nyeld, Peppa. Köpt ki. Zsoli, most te jössz. Nem. Zsoli nem akar sorra kerülni. Foghatod Dino bácsit, amíg a fogorvos megnézi a fogaidat. Dino! Örülök, hogy megismerhetem, dinoszaurusz. Nem igazi dinoszaurusz. Műanyagból van. Ne mozogj! A pályán mindenki korcsolyát visel. Jó napot, Nyúl néni! Jó napot, Mama Malac! Korcsolyákat szeretnénk bérelni. Parancsoljanak! Köszönjük! Jó korizást! Itt van Suzy Bari, Rebecca Nyuszi, Danny Kutya, Zoe Zebra, Candy Cica, Emily Elefánt és Pedro Póni. Peppa barátai jól korcsolyáznak. Peppa is korcsolyázni akar. Sziasztok! Szia, Peppa! Te most korcsolyázol először? Igen. Megmutassam, hogy hogyan kell. Nem fontos, Suzy. Biztos anélkül is menni fog. Jó, akkor gyere! Ez képtelenség! Én soha többé nem akarok korcsolyázni. Ne félj, Peppa! Korcsolyázás közben mindenki elesik, még én is. Ezt figyeld! Hoppla! Ugyan, papa! Zsoli, te szeretnél korcsolyázni? Nem. Zsoli még sosem korcsolyázott, és egy kicsit tart tőle. Én vigyázok Zsolira, de meg tanítsd meg Peppának, hogy kell. A korcsolyázás egyszerű. Megtolod magad, és siklasz. Tolsz, tolsz, siklasz. Látod? Tolok, tolok, siklok. Tolok, tolok, siklok. Ez nagyon egyszerű. Most már egyedül is megy. Tolok, tolok, siklok. Tolok, tolok, siklok. Ügyes vagy, Peppa. Nézzétek, korcsolyázom. Mindenki beszállt? Igen, is nagy kapitány! Akkor indulás! Sziasztok! Sziasztok! Peppa és a barátai mentő mellényt viselnek. Zsoli, te felveheted a kalóz kalapom! Mert ma a kalózok szigetére hajózunk el. Ha szerencsénk lesz, találunk elásott kincseket. A kalózok szigete nagyszerű hely lehet. Föld, ha-hó! Megérkeztünk! Ez a kalózok szigete. Hurrá! Az mi? Ez egy fémdetektor.
Ezzel lehet rátalálni a kincsre. Nagypapi a detektor segítségével próbál kincset felkutatni. Aha! A fémdetektor talált valamit. Ássuk ki! Ez egy pénzérme! Kincs! Hurrá! Akkor kutassunk tovább. Ismét találtunk valamit. Jó nagy lehet. Hűha! Ez a lelet meglehetősen nehéz. Ó, jaj, az nem kincs, hanem egy vén bevásárlókocsi. Ó. Elég a kincskeresésből. Ki akar egy nagy homokvárat építeni? Ez remek ötlet, nagymami. Én addig ellenőrzöm a hajót. Nagymami segít a gyerekeknek homokvárat építeni. Peppa és Zsoli szeretnek a fűben játszani. Papa újságot készül olvasni. De jó, hogy végre nem kell csinálnom semmit. Papa szeret semmit se csinálni. Ó, a minden itt, papa. Egy kissé elhanyagoltuk a kertet. Mire célzol, mama? A fűre. Le kell vágni. Ó, nekem tetszik így, olyan természetes. Mama, papa, gyertek játszani a fűben. Mókás. Rendben, játszunk a pöttyös labdával. Ó, hova lett? A labda elveszett a nagy fűben. Sose fogjuk megtalálni. Talán valóban ideje füvet vágni. Igen, papa malac. Hozom a fűnyírót. Itt kell lennie valahol. Megvan. Papa megtalálta a fűnyírót. Régi és rozsdás. Badarság. Pillanatok alatt levágja a füvet. Hát tényleg elég rozsdás. Felhívom nagypapit, hogy adja kölcsön a fűnyíróját. Felesleges őt zargatni, majd egy kicsivel erősebben nyomom. Papa fűnyírója nem túl jó. Megvan, hívjuk fel a nagypapit. Halló, itt nagypapi malac. Szia, nagypapi. Tudnál segíteni levágni a füvet? Természetesen. Már is megyek. Szia! Ez Betsynek való munka. Gyerekek, jótékonysági vásárt rendezünk, és a bevételéből új tetőt csináltatunk az iskolának. Hurrá! Mindenkinek hoznia kell valamit a vásárra. Mit hozzunk? Hozhattok régi játékot, vagy bármit, amit már nem használtok. Miau. A szülők megjöttek a gyerekekért. Indulás haza! Ne felejtjetek holnapra régi játékokat hozni a vásárra. Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. 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 Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan! A tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan, papa régi székét.
Hát ez antik darab. Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. Zel van a játszótér. Rendben, sétáljunk. Indulás! Játszani megyünk. Ó, hová tűnt az ég? Ne félj, Peppa, ez csak köd. Mi ez a köd? Felhő, ami nem az égben van, hanem a talaj fölött. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, majd máskor megyünk ki a játszótérre. Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre. Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre. Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni. Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa megta... Gyerekek! Figyelmet kérek! Ma elmegyünk a hegyekbe kirándulni. Hurrá! Mindenki elhozta az uzsonás dobozát? Igen! Gazella néni, megehetjük most az uzsonnát? Peppa, majd akkor ebédelünk, ha a hegyekbe értünk. Peppa, te mit hoztál a dobozodban? Egy piros almát. Én egy zöld almát. Cseréljünk. Rendben. Peppa, Suzi, mit csináltok? Suzi azt mondta, hogy nyissam ki a dobozom. Peppa meg, hogy cseréljünk almát. Hoho, semmi baj, de hagyjatok ételt a piknikre is. Igen, Gazella néni! A busz megérkezett a hegylábához. A hegyi út nagyon meredek. Gyerünk, busz! Sikerülni fog! Gyerünk, busz! Hurrá! Peppa és barátai a hegytetőn vannak. Nézzétek a kilátást! Ki mondta ezt? A te vízhangod. Mi az a vízhang? A vízhang az a hang, amit akkor hallasz, ha hangosan kiabálsz a hegyekben. Így mi? Jörlegió! A vízhang. Van itt benzin, pumpa a gumikhoz, és egy vadonatúj automata kocsimosó. Két jégkrémet kérünk. Ó, már is? Kutya nagyapó műhelyében sok minden kapható, még jégkrém is. Köszönöm! Viszlát! Viszlát! Szeretem a kocsinkat. És a kocsink is minket, ugye? Ó, jaj, a kocsi leállt. Baj van, nem indul. Megvan.
Felhívom kutya nagyapót. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Danny, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Danny és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppáékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok!